Kedves GameStar TV nézők, örömmel köszöntelek benneteket a GameStar TV Arena első széles vásznú adásában. Ez széles vásznú? Ez bizony. Abszolút széles vásznúak lettünk. Ebből is látszik, mennyire fejlődik a GameStar TV. Októberi Arena. Szeretettel köszöntelek, Mazur. És szervusz, téged is sok szeretettel, Ender. 16-9-es? Ez már 16-9-es, pontosan. Zseniálisak vagyunk. Mint egy spagetti vesztem. Nem sokára már az 1080 így is el fogjuk érni. Aki azt tudja, mit jelent, az tudja, aki nem. Én tudom, nem megy a gépemen, ezt tudom róla. Hát kezdjük el a kérdésekkel. Elég jó sok kérdésünk jött. Kezdjük egy igencsak aktuálissal. Egy szomorú hír volt múlt hónapban a GameStar-ral kapcsolatosan. Vémiki 88 kérdése, hogy most már 1996 forintba kerül a GameStar. Tudom, hogy nem sok a 100 forint, de akkor is. Hát mi történt? Sokan szomorúan vették tudomásul, hogy fel kellett adnunk a hónapok, évek óta tartó küzdelmünket az áremelkedéssel szemben. Hát igen, végül évek. Is. Ez évek küzdelme volt. Amikor megjelent a DVD-s GameStar, akkor került 1996 forintba. Ami mikor is volt? 2000. Vagy 2001-ben, ha jól emlékszem. Aztán lement az ár 1896-ra, és most gyakorlatilag... Bocsánat. És most gyakorlatilag visszaemeltük. Tehát visszatértünk a 2001-es árszínvonalhoz. Így van. Egyébként aztán ezzel sok mindent megmagyaráztam. Bárki el tudja képzelni, 2002-ben 4050 forint volt egy bérlet a BKV-n, ma meg 7300. Tehát ennyi ideig bírtuk mi a gyűrödést voltak éppen. Hát most 100 forinttal ezzel el leszünk egy darabig, nem? De viszont amikor már ezt a GameStart, ami ez a GSTV készül, a kezébe veszik a tisztelt olvasók, akkor már látják, hogy nem csak behabzsoljuk mi itt a sok zsíros delát, hanem el is költjük okosan. Igen, tehát majd... nem csak a GSTV lett széles vásznú, hogy úgy mondjam. Vettünk még vásznat. Igen, meg egyébként papírt, mutathatod a vásznat. Ne, inkább nem, elég gettó megoldás lett ez a derítő, de nagyon szép. Berkenye jobbító szándéka mindenképp értéklendő. Tehát aki előbb nézi a GameStar TV-t, mielőtt belelapoz az újságba. Azt hogy csinálja? Vannak olyanok, akik egyből a GameStar TV-vel kezdik, nem tudtátok? Hát a fórumot, hogyha olvassátok, becsukott mindenki olvas a fórumot. Becsukott szemmel bontják, és így gyorsan GameStar TV-t néznek, és csak utána olvasnak, azok bárhol fogják felütni a lapot, azok érdekes dolgokat fognak tapasztalni. De hát amikor a kezükbe veszik, már akkor tapasztalják. Igen, mivel hogy ugye nagyobb. Szóval örüljünk, hogy nem csak a GameStar TV lett szélesebb, hanem az újság is nagyobb lett. Legalábbis nagyon remélem, hogy Gaben végez a dizájnolással, és én... Ja nem, már megvettük a papírt, úgyhogy ha tetszik, hanem ha tetszik, ez már nagyobb. Maximum egy kis fehér lesz ott a szélen. Istenem, hát haladjunk is tovább. Következő kérdésünk, egy nagyon fontos kérdés miatt ragadott billentyűzetet, Zs Martin úgy hallotta, hogy lesz Guitar Hero 3 PC-re, és ez nagyon feldobta őt ez a hír. Mazur, te nagyon somolyogsz. Lesz? Lesz. Nem, én csak azért somolyogok, mert amikor volt a World Cyber Games, akkor előtte ugye volt szerencsém az ott kint játszódó kedves emberek rendelkezésére bocsájtott Xbox és Plasma TV-t még zárt körben kipróbálni. És hát ott... Ez Guitar Hero 2 volt, azért ezt tegyük hozzá. Ez Guitar Hero 2 volt, és hát ott történtek ott dolgok. Hát kijött Malahit is ott volt, Gershon is ott volt, és hát kijött belőlünk a rocker állat. BZ is, úgyhogy gitárok nem törtek, a remek móka volt, most már ez a harmadik rész, ami még szebb, még jobb lesz, az most már PC-n is. Csak azt nem tudom, hogy ez olyan tévés dolog mégis, kirakod, nagy hangrendszer, felfűtöd azt a műanyag gitárt, hát PC előtt is lehet, csak kell a hely. Nem tudom, láttátok-e, pont mai hír volt, amikor ezt majd nézitek, addigra már több hetes hír lesz, hogy az amerikai FCC, ez a Federal Commission of, nem tudom én mi a fene, Country. Aki tudja, az írja meg. Pont bevizsgálta... Fentucky Fried Chicken. Pont bevizsgálta a Rock Band nevű konkurens játéknak a kontrollereit, hogy megfelelnek-e a zavarszűrési eljárásoknak, és jól kiborították az egészet, és a műanyag gitárból minden csak műanyag, és a közepén van egy ekkora elektronika, ennyi az egész.
azért nagyon-nagyon klassz dolog ez. Én remélem, hogy amint megjelent a Guitar Hero 3, akkor a GameStar TV külön műsorában, az extrában majd megnézhetek. Rockbandet toljunk mindenki. Rockbandet is toljunk, feltétlenül, és Guitar Hero 3-at is majd tolni fogunk. Aki figyelte a Games Convention-os beszámolót, engem már láthatott is játszani vele. Virgáztál ott keményen a PVC gitáron. Mint Steve Vai, ifjabb Steve Vai, vagy mától szólíthatok Malmsteennak. Steve Vai egy nagyon-nagyon jó gitáros. Jó. Ha én annyit tudnék, mondjuk ukulelén, mint ő, én lennék a legjobb ukulele játékos a világon. Akkor ő a legjobb ukulele játékos a világon. Szerintem félreértette, de igazából a lényeg az, hogy az ukulele szennyében kéne szerintem próbálkozni, mert nem tűnik olyan nagyon telítetnek. Ide gyere, oda gyere. Lovas György kérdései következnek. Melyik sorozatot szeretjük jobban, a Hősöket vagy a Lostot? Én egyikből se láttam egy részt sem. A 24-et. Most sokak szívét összetörted, Ender, szerintem. Hát én ilyen safety pro típus vagyok, de egyébként emeli. Safety pro gimit sem nézel? Néztem még, amikor gimnazista voltam. Már fel van készülve. American Dead, én abban hiszek. Meg hát Star Trek Voyager. Mazur, te se Hősök, se Lost. Nem, én tematikusan haladok. Majd, hogyha megnéztem az összes 24-et, akkor állok át a Lostra. Ha azt is megnéztem, akkor szóba jött a Hősök. Nem, egy-két Hősök részt láttam, nem volt rossz, csak most először most Jack Bauerrel mi lesz? Ez nagyon izgalmas. Most már a harmadik napnál tartanak? Negyediknél? Dehogy is, már a... Hát már van, aki már tudja, mi van a hatodik nap végén. De én még most fejeztem be a negyediket, úgyhogy itt még bármi lehet. Csak Isten áldja Amerikát, nehogy bajuk essen. Nehogy. Ugyanúgy Lovas György kérdezte, és megint egy szomorú téma, mit szólunk Colin McRae halálához? Ő nagyon szomorú, pedig nem is nagyon nézett rallyt, de nagyon kedvelte a versenyzőt. Te hírezted ki a GameStar-ra, hogyha GameStar online-ra Mazur, ha jól emlékszem. Igen, vasárnap láttam meg, előtte történt. Hát én teljesen megdöbbentem, nagyon sajnáltam, de hát nem is igen lehet mit mondani. Főleg a hát minden ember pótolhatatlan, így ő is. Annyit tegyünk hozzá, hogy az ő beceneve Colin McCrash volt, mert hát az agresszív stílusa miatt eléggé sok autót tört össze. Törtön mindent, sajnos. Igen, egy helikopter balesetben hunyt el. Én csak azt a jelenséget szeretném itt most elmondani, hogy érdekes módon az GameStar Online-on is többen, ahelyett, hogy csöndben emlékeztek volna a pilótára, személyes torzsalkodásra használták fel ezt a topikot. Jó, hát ez nem egy szép van egy-két egy olyan arc, dolog. Akinek még tudod, hogy alakul a személyisége, aztán kibújik egy ilyen nagy nyírkos kő, ahol egészségedre beletüsszent ez a drámai felvezetőmbe. Szóval ezek így kibújnak egy ilyen nagy lapos nyírkos kő alól, és akkor ott kommentelgetnek, aztán vihogva visszabújnak, aztán még kimoderáljuk őket, de hát... Megvihogva kimoderáljuk őket. Ez szomorú, de így van. Mihály András kérdése következik, arra szeretne kiukadni, hogy az olvasók elvárnák, legalábbis nagy része az olvasóknak, hogy a magazin tájékoztassa őket, hogy többé ne számítsanak egy adott illető írásaira. Például Dell és Uhu esetére gondol, szó nélkül egyik hónapról a másikra eltűntek, mintha ott se lettek volna. Szerintem megérdemelnék, de ha ők nem is, legalább az olvasók megérdemelnék, hogy megtudják, mi a helyzet. Hát mi a helyzet Dell-lel és Uhu-val? Annyira tiszta lelkiismeretem most. Igen, Mazurnak abszolút tiszta lelkiismeret szóval ezzel kapcsolatban. Nem, pont ma beszéltünk róla, hogy... Ez a drága jó Dell, megkeressük egy cikket, csak hát ő nagyon-nagyon elfoglalt, fontos ember. Így van. Minden de ember fontos. Igen, tehát mondjuk Dellnél nem az a probléma, hogy nem akar publikálni, hanem inkább az, hogy ő tényleg egy elfoglalt és egyben fontos ember, tehát mondjuk csak bizonyos játékkategória érdekli őt, és általában ilyen 2-3 hetes határidővel tud igényesen bevállalni egy darabot, és így elég nehéz ezt összeegyeztetni. De azt hiszem, a mostani számban fog is publikálni. És milyen helyzet Uhu-val? Hát... bele nem ez. bele ezt úgy egy per Dell, szóval körülbelül próbáljátok ezt a... Kicsit más a helyzet. Voltak problémák, fogalmazunk. Hát nem, volt egy olyan dolog, ami így megtörtént, ami... Vel úgy gondoltuk, hogy ez nem nagyon összeegyeztethető a felelős
GameStar-os újságírása. Játékos újságírói esküben nem erre esküdtünk fel. Tehát summa summarum Dell-el fogtok találkozni az újság hasábjain, következő hónapban Uhuval nem valószínű. Így van. Haladjunk. Ha és amennyiben megmerényelik az összes létező külsősünket, és az összes létező potenciális külsősünket, akkor mindenképp Uhu fog egy fókusztesztet írni, erről biztosíthatok bárkit. De ez nem nyílt bátorítás akart lenni sem Uhunak, sem az ő rajongóinak. Nekem viszont lenne egy jelöltem, ha véletlenül megölnék az összes külső teszterünket. Itt van Kis Gábor, aki már is érdeklődik, hogy mi kell ahhoz, hogy jelentkezhessen hozzánk újságírónak. Hát például, például egy e-mail cím, amiről elküldi, hogy szeretnék nálatok újságot írni. Igen, tehát küldjön nekünk egy levelet, hogy szeretne nálunk újságot írni, és még mit csinál? Erre egy azt próba... visszaírni, ja, hogy ja. Küldjön egy próbacikket is, úgyhogy akár most így egy körben ezt meg is spórolhatjuk, és küldjön rögtön az e-mail mellé egy... És melyik e-mail címre? Arena@kukacgamestar.hu. Így van. Arena@kukacgamestar.hu, és a subject-jébe írjátok bele, hogy cikkíró. Így jó lesz. Vagy megasztár. Vagy megasztár, vagy valami. Csillag születik. Tehát aki szeretne cikkírónak jelentkezni, Arena@kukacgamestar.hu, küldjön magáról mindenféle adatokat, és majd meg fogjuk őt kérni egy próbacikkel készítésére. Így van. Vagy hát küldjön egy próbacikket. Egyébként tényleg mondhatjuk nyugodtan, hogy küldjön. Lát az újságban, ha kinyitja ügyesen, látni fog benne cikkeket. Ez ilyen viszonylag megkülönböztetővé teszi mondjuk az újságunkat, igen, egy ilyen termékekkel, mint igen. Mondjuk a kenyér. És kiválaszt egy akár egy előzetest, akár egy tesztet, és amit az újságban, ahogy látja, azoknak a formai követelményeknek megfelelően legyárt egy hasonló cikket. Nem ugyanazt, nem kell másolni, abban a stílusban ugyanolyan formai. Tehát nem rekognitával kell. Igen, hát azt mondjuk, hogy viszonylag könnyű észrevenni. Hát így ír, nem ke, amit nem szeret, de akkor most már elmondom. Nyugodtan. Amit nem szeretünk, nem szeretjük azt, amikor valaki nagyon közhelyes, vannak ezek a bejáratott újságőri fordulatok, amiktől néha egyes cikkír nem tudnak elszakadni, mint például az FPS-ek állóvize, és még viccelődtünk is rajta valamelyik számunkban, ezeket jó kerülni, nem baj, hogyha van neki egyedi stílusa, és ezt hagyja kibontakozni, stb. Várjuk ezeket az írásokat, aztán majd az ember elolvassa őket. Igen. Kicsit lelkesebben. Haladjunk tovább. Ha már Ender szóba került, Tóth Máté szeretne neki boldog születésnapot kívánni, úgy tudja, hogy nemrégiben volt. Ez igaz, Ender? Így van. Akkor Tóth Máté és mindjárt nevében boldog születésnapot kívánunk neked. Nagyon szépen, és köszönöm. Azt szeretné Máté kérdezni, hogy szoktunk-e képregényeket olvasni? Igen. Valamelyik blogon ti szoktatok minden nap napi rajz nézni? Hát a napirajz.hu-nak. Minden nap megnézzük, nem hogy hát ha került ki valami, de nem szokott minden nap. Hát nem annyira napi az, mint amennyire rajz, de, de azért szeretjük. Én nemrégiben olvastam képregényt, megjelent ez a Warcraft éjkút vagy napkút trilógia képregényben. Hát én halálosan csalódtam benne. Ugyanis egyszerűen számomra elfogadhatatlan az a típusú képregényes forma, amikor három oldalon keresztül harcolnak egymással, és csak a feliratok annyik, hogy slurty, hörp, vrotty, meg slarp, és valahogy nem tudtam követni a sztorit igazándiból, ez inkább átlapoztam gyorsan, és az úgy nem volt jó. Nektek tetszett? Én nem néztem meg. Én végigfutottam, de... Hát nem az a fajta képregény stílus, ami mondjuk engem megmozgat. Pedig állítólag az a koreai pasi, aki rajzolta, az valami überbrutál nagy képregény híró rajzoló. Biztos úgy van. Kázmér és Huba inkább. És természetesen Garfield. Azért azt csak. Én annyira nem. Én inkább Kázmér és Huba. De Kázmér és Huba az a... De ez egy, azt hiszem, hogy ez egy másik része ennek a kultúrkörnek. Püski Ádám. Ismerős. Ő rendszeres levélírónk, Püski Ádám azt írja, hogy én csak annyit akarok most mondani, hogy ennyi erővel én is írhatnék cikket a GS-ben, úgy, mint Mayer vagy HP. Adjatok egy játékot, hány oldalas legyen, és én megcsinálom. Küldj el. Arena@kukacgamestar.hu. És még a játékot is mi adjuk? Hát egyértelmű. Ja, igen, hát végül is HP 10 éve profi újságíró valóban. És egyébként az Origónak a profi zenész és frontember. Ezt áruljuk már el HP-ről, ő elég régóta tevékenykedik itt a GameStar közelében, mert többször segített rajtunk különböző cikkekkel, meg interjúkkal, meg egyebekkel.
és szoktuk hallgatni az ő zenekarát. A ZAP, Zörejek a pincéből. Zörejek a pincéből van honlapja ennek a zenekarnak? www.zapzenekar.hu. Mindenkinek sok szeretettel ajánljuk HP kollégánk zenekarát, a ZAP. Zene.hu Zabzenekar.hu Zörejek a pincéből. Vidám rock and rollt játszanak ők. Ez is egy értelmezése. Ő ezt mondta. Képzeljétek, volt női levélírónk ebben a hónapban. Varga Orsolya. Szia Orsi. 17 éves, hatalmas nagy rajongónk. Azt ja, mondta. Azt hittem máshogy folytatódik. A hatalmasnál én is kicsit is éreztem, hogy felgyorsult a pulzusom. Azt kérdezi, hogy a tesója kérdezi, miért nem tesztelünk tortákat, hogy tök jó poén lenne, csoki torta 78% pro, finom, kontra, összekened magad vele. Nos, a tegnapi nap folyamán pont sikerült mazurral tortákat tesztelnünk, és aztán sietősre vettük hazafelé az utunkat. Aha, értem. Tehát a hands-on kifejezés új értelmet nyert. A pro az volt, hogy finom, és a kontra az, hogy gyorsan átment a szervezeten. Fogalmazunk így. Hát nem kenyerünk az altesti humor. Semmiképp nem vagyunk mi Adam Sandler. Fruty, meg luty. Szóval. Se Warcraft képregény nem vagyunk. Nem. Szóval az ötlet maga jó. Hát esetleg, hogyha mondjuk ő vállalja, hogy finomabbnál finomabb tortákkal ellát bennünket. És aztán előbb bújik belőlük. Akár. Orsi, itt a megoldás. Csináld meg a tortákat, mi szívesen leteszteljük. Búj bele, és akkor ha! Surprise! Ezt kell mondani. Surprise. Vagy valami neki valami hasonló. Azt is lehet, hogy meglepetés. De egyébként pizzatesztet is terveztünk. Csak mostával leálltunk a pizzázást. Volt is, egy 8 éve. Ja, hát igen, mert te mindig gyümölcsnapot tartasz. Ja, kérlek. De én azt vettem észre, hogy mindig. Nem, csak, nem, mindig, csak ezt mindig azokon sírok. Ja, értem. Előtte is, meg utána, és még napokig azon zakogok. Azt mondja, hogy mi a francot keres a Halo 3 mindenhol, szinte az újságban, vagy egyszer lesz PC-re, nem kell most emiatt még nagyobb hype-ot adni, ezt mondja a régi jó barátunk Muma 01. Tehát ez a mindenhol vesz, vagy említve. Igen, hello, örülj! Mindenhol vesző, szinte az újságban, az azt jelenti, hogy akkor az újságban nincs, csak úgy a környékén. Mindegy, az oka az, hogy szeretik az emberek. Az egy ugye kijött PC-re, a kettő kijött PC-re. A legnagyobb probléma az volt vele, hogy elég nagy késéssel, most viszont a Bungie egy határozott ígéretet tett rá, hogy most nem kell 2 évet várni, amíg kijön a PC-s verzió, hanem idézem őket, sokkal hamarabb itt lesz. Na, hát ezért gondoltuk, hogy mi egy beta tesztszerűségben leteszteljük, aztán majd februárban, amikor itt lesz, persze ezt nem ők mondják, ezt hanem... nem, Bungie-et nem mondott. Így van. Akkor meg majd legalább tudjátok, hogy miről van szó. Tehát itt egyszerűen arról van szó, hogy ez egy olyan játék, ami PC-n is rohadt jó játék lesz, valószínűleg hamar megjelenik, tehát aránylag hamar megjelenik, tehát ez a PC-s játéknak az előzetese. Mi pedig csak a popsinkat vertük a földhöz örömünkbe, hogy megkaptuk jóval előbb, mint bárki más. Pontosabban ők megkapták tőlünk a Betsektort. Igen, kölcsönadtuk nekik Betsektort. Igen, mert ugye nem hozhattuk el olyan ilyen így van, kétméteres trollok őrizték a verziót. Meg mondjuk az is egy érdekes szempont azért, hogy hát egy előzetest írtunk erről a játékról, meg fog jelenni, és a Betsektor pedig ugye nem egy beta tesztet közölt erre, mert ugye volt Halo beta, multiplayer beta, nyílt is, zárt is, milyen is olyan is, hanem hát ő az egész játékot láthatta single player részt együtt, stb. Mindenütt, ami nyilván van ugyanezt a PC-n is. Uh-huh. Tehát ez ebből szempontból egy teljes értékű előzetes volt. Ami például kiskémet illeti, ez pedig ugye a Halo jelentőségehez miért indokolt. GSTV-t szeretnék... Finoman mondtam, szépen mondtam. Nagyon jó. GSTV-t szeretnék kritizálni Varga Endre, hogy ő egyébként múlt hónapban a szeptemberi GameStar-ban ő írta a komplett bemutatórovatot is, tehát ő nagyon kritikus olvasónk. Azt mondja, hogy túl terjengőség kezd válni, 5-6 órányi anyagot csinálunk, és a mennyiség a minőség rovására fog menni. És szerinte a PC-vel ellentétben úgy érzi, hogy mi nagyon szeretünk szerepelni, és minél inkább a hírnévre törekszünk, csak arra várunk, hogy mikor fedez fel minket valamelyik kereskedelmi csatorna. Egyébként mindennel meg van elégedve. Egyébként tényleg nagyon szeretünk szerepelni, de szerintem egy tévénél ez nem hátrány, hogyha amikor
ráfókuszál, ugye? Ugye? Kamera, akkor az ember nem sírva zokogva rohan ki a hogy képből. Ott van. Tehát mondjuk, hogyha igen. Az Endert úgy vennénk, hogy ő mondjuk teszem, azt nem lenne itt, mennyivel csökkenne az egésznek az élménye, amit adni tud? Még arról nem is beszélve, hogy szerintem amiatt, hogy átjön azt, hogy mi szeretjük ezt csinálni, ti is szeretitek nézni. Ez például ki nem nézi ezt szívesen? Azt hittem felveszed a vizet a földről, mert láttad, hogy azt keresem. Nánu. Ja, és hát az 5-6 óra az már rég nem igaz, hiszen körülbelül 3 órában maximalizáljuk a havi GameStar TV-t, az csak egy... Hát az 5-6 óra az akkor volt, amikor a GDF-es előadásokat nagy, így jó. Igen, ez egy ritka kivétel volt, tehát kedves Endre, nem kell megijedni, 3 óra körüli lesz majd a GameStar TV. Így szeretném megragadni az alkalmat. Azon pár tízezer embernek felhívnám a figyelmét, aki hát azért a mai fiatalok körében eléggé elterjedt diszlexia nevű betegségben szenved. Az, vagy lehet, hogy nem így hívják, mindegy. Olvasási rendellenesség. Így van. Hogy engem nem Endrének hívnak. Egyébként most ebben megfelelt a fejem, hogy viccelődök ezzel, de nem volt szívem. Hát ez bebuktad. Most már neked annyi... Konzekvensen szoktad. És tényleg milyen érzés, amikor leendréznek? Engem legyulázni szoktak, az is borzalmas. Csájú. Aha. De tényleg, most milyen, komolyan, milyen érzés, ha leendréznek? Hát furcsa, leginkább. De ilyen, eszembe jut ilyenkor az oktatási jó, vagy rosszul furcsa. Inkább rosszul furcsa, Furcsa. Egy vigasztaljon, hogy Szentendre nagyon szép város, Szent Gyula nevű városon meg nem tudok, tehát te jártál jobban. Haladjunk is gyorsan tovább. Harmad Dénes küldte ezt a kérdést. Hallottuk-e, hogy egy amerikai autóversenyen a Wii által szponzorált gépkocsi negyedik lett, míg az Xbox 360 által szponzorált kocsinak tönkrement a motorja. Ez vajon véletlen, vagy a sors keze? Ender? Egyik sem. De véletlen. Egy kis sem véletlen, sem nem sors keze. Ez végül is akkor a kamu. De most komolyan, tehát most szerintetek ilyen véletlen van? Jó, ez olyan ízetlen tréfálkozásokra adna lehetőséget. Ez olyan, mint amikor az asszam a Bélnádent össze lehet olvasni a dollár hátulján. Inkább elnevezték a 40-es autót Car of Ring of Death-nek. Na látod, ez az a fajta tréfálkozás, ami... Hát, amin azért mi is rögünk, de nem műveljük. Nem műveljük. Jó, hát nézd, egy autóversenyen ez előfordul, bizonyos autók beérnek a célba, mások lefulladnak fél. Aztán most ezekre éppen mi volt írva, ebben összefüggést keresni? Miért igen, a My Fair Lady erről eszembe, hogy a rózsabimbó emeld azt a lottyat segged. Hát biztos, hogy nem volt összefüggés. Endernek ez jut eszébe róla. Szóval ez egy nagyon összetett, nagyon többszörös nányat kérdés. Just you white, Henry Higgins, just te you white. Te nagyon sokat énekelsz. Igen, legközelebb szerintem egy ilyen musical külön kiadást, szerintem nyugodtan Endrének. Annyira külön legyen. Musical Endre. Egy hangszigetet másik szobában. Nem rossz ötlet. Na, akkor most lássuk belső Marcel hozzászólását. Azt kérdezi tőletek, mit szólnátok hozzá, ha kedvenc játékfejlesztőtök külsősnek. Nem. Marcette, ne jelentkezz, istenetek, akinek játékai miatt eltorzult az agyatok, és miatta lettetek mocskosak és agresszívek. Ez mi van? Elvesztettem a fonalat. Ugyanaz a levélet olvasod? Ugyanaz, igen. Aki, na, hol is tartottam? Mi, hogy elvesztettem, meg agresszív, meg mocskosak lettünk. 10 éven felülieknek készít játékot egyébként a Rage nevű játékról is. Karmakról van szó. Tehát ő, aki az agyatlan Doom 2-n és Doom 3-on nőtt föl, fel van háborodva. Belső Marcel, hogy a következő Karmak játékban gondolkodni kell. Ja. Hát akkor... az előzőben meg olvasni kellett, tehát azért látszik így. Hát, hogy így még ekkorát sosem csalódott. Ti csalódtatok a Rage-ben? Én átérzem a fájdalmat, de hát ilyen ez a cudarvilág. Néha gondolkodni kell játékon, hát már Karmak is öregszik. Cudar egy világban élünk, Tibor. Fernandez azt kérdezi, nem Dezső, Marcel. Most a napi rajzról idéztem. Fernandez azt kérdezi tőlünk, hogy mi alapján rendeljük a teljes játékokat a magazinhoz. Mert hát nem volt. Bizonyos játékokkal nagyon elégedett, másokkal meg kevésbé. Most így hadd ne soroljam fel tentatívan. Nagyon egyszerű, vannak azok a játékok, amiket eladnak. Mi ezekből kiválogatjuk azt, ami tetszik, és úgy. Aztán megkérdezzük, hogy mennyibe kerül.
Aztán átrohanunk a szítjóhoz, hogy kéne még egy 500 ezer dollár, igen. Számossuk. Aha. Tehát mondjuk például Electronic Arts játékok nem véletlenül nincsenek soha. Mert nem ajánlják fel. Játékként, mert Electronic Arts-tól nem lehet játékokat venni. Mármint ilyen célra. Ilyen célra, és egyébként meg rengeteg olyan játék létezik, hiába gondolják azt az olvasók, hogy boltban már budgetáron 2000 forintnak kapható. Igen, nincs összefüggés. Pedig mindenki ezen izél, hogy hú, boltban már csak 2000 forint, de a kettő között semmi. Jó, akkor utolsó kérdésünk fog megérkezni. Egy pillanat, kiválasztom a sok-sok kérdés közül, hogy mi lehet. Volt ez már. Legyen volt, mondjuk volt. Az az egy, amelyik még nem volt. Az, aki azt írja, hogy csöcsumi, ezt ne, jó? Miért? Ez olyan aranyos. Csácső, szia, holá, szevasz, szevasz, csöcsumi, ez első volt is már. Ez már volt, igen, ez volt Püski Ádám kérdése. Nem, direkt nem akartam, hogy nevesíts, bocsádám, de... Csöcsumit orosz vagy. Ja igen, utolsó kérdés. Az újság másvilág rovatában a Lost második szezonja nyomdahiba miatt kapott 108%-ot, hogy erre direkt adtatok ennyit. És nem akkor mondjuk, a jó, season 3 az 208%-ot fog kapni. Ezt csak tudod. Nem nyomdahiba történt, kedves V... ki is írt, az Bob, nem nyomdahiba, hogyha a misztikus számokat összeadod a Lostban, amelyek a filmsorozatot végigkövetik, akkor érdekes módon 108 fog kijönni eredményképpen, mi pont ezzel a kis mókával, ezzel a kis vizuális humorral akartunk a Lost előtt tiltakozni. Ez egy, nem tiltakozni, hogy mondják ezt? Tribútolni. Tehát ez nem félreértés, nem nyomdahiba, direkt kapott 108%-ot, add össze a számokat, és ki fog jönni. Van HBO-ja már. Te leszel, az M1. Te leszel a legújabb kapitány? Endre kapitány. Nem nézitek ezt a borzalmas izét, ezeket a borzalmas reklámokat? Nekem nincs tévé. Ja, Szőke kapitány. Szőke kapitány és Dr. Badár. Kérdezzük meg erről Endert, mert ő szerintem nálam is szélsőségesebb álláspontot képvisel Szőke kapitány ügyében. Kérdezzük az meg. Az igazság, hogy Szőke, de ezt egyszer már elmondtam egy arénában, hogy Szőke András ilyen tök vicces csávó volt inkább 15 évvel ezelőtt. Aztán akkor elfelejtettek neki szólni, hogy András, te már most nem vagy már vicces. És így 15 évet pörgeti magát egyre lejjebb a Eye of the Storm-ba. És még mindig nem szólnak neki. Akkor maradjunk ennyiben. Mindenkinek további jó, kellemes GameStar TV nézést kívánunk. És találkozunk novemberben a GameStar TV Aréna következő adásában. Egy picit széles vásznunk volt, és nem használtuk ki. Mit csináljunk, kedves mozgur? Nem tudom, ezen gondolkodom, hogy... Sergio Leone. Azért Dolby szörrántunk nincsen? Az nincs. Na mindegy, akkor csak így... Akkor jó, így menjünk szét, és akkor köszönjünk el így. Kihasználva a széles vászonat. De nem a kamera lett szélesebb. De több a hely, több a hely. Dőj ki arra. Sziasztok! Nem fogok beleférni. Berkenye azt mondja. További kellemes GameStar TV nézést. Szeva. Csőcsumicsá. Nem, ezt nem mondhatod. Kimondta the end-ből. Kimondta a csébetűs szót. Mind a kettőt. Na, jó van, most mellé.